Péntek reggel is a Bulcsú utcai körforgalomig állt a kamionsor. A határtól számolva ez azt jelenti, hogy mintegy 2 kilométeren át ezek a járművek foglalják el az úttest egy részét. A probléma nem új keletű, de az elmúlt időszakban súlyosbodott. A péntek délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester emlékeztetett. Már 2 hónapja foglalkoznak ezzel a problémával, és meglepődtek azon, hogy vannak, akik nem a gyulaiak érdekeit védik. Megdöbbentőnek tartom, hogy vannak olyan politikai szereplők Gyulán, akik politikai tőkét kívánnak kovácsolni ebből a helyzetből, és ráadásul a gyulai lakosokkal szemben a külföldi kamionosok oldalára állnak, és azt állítják, hogy a külföldi kamionosok is áldozatok. Ezzel szemben a külföldi kamionosok nem áldozatok, a lakosság az áldozat, a külföldi kamionosok esetleg felelősek lehetnek ebben az ügyben. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt időszakban e térségben nagyjából olyan mértékű csökkenést mutatnak a vasúti szállítások, mint amilyen mértékben a közúti forgalom nőtt. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben, napokban több egyeztetésen vett részt a szaktárcánál és a megyei kormányhivatalnál. A közútkezelővel is felvettük nyilvánvalóan a kapcsolatot, mert hát ebben a esetben nyilvánvalóan az utaknak az állapota is rendkívül fontos, mert hát ez az óriási forgalom, ami itt realizálódik, például a gyulai elkerülő úton, amelynek már részben megkezdődött ha nem is azt mondom, hogy a felújítása, de a rendbetétele, mert hát szinte a baleset veszélyt magába hordozó állapotba hozták ezek a rendkívül nehéz járművek, de ez áttételesen nem csak erre, hanem magára a 44-es főútnak, az M44-esnek az egész területére is vonatkozik. A várható megoldásokkal kapcsolatban Görgényi Ernő elmondta, a szakminisztérium mellett a rendőrség és a polgárőrség képviselői is aktívan vesznek részt a probléma megoldásában. Kezdeményeztük még egy mázsáló beállítását annak érdekében, hogy jobban haladjon a kamionsor. Fizikailag mi úgy látjuk, hogy még egy mázsáló kihelyezésére van lehetőség. Ezen túlmenően pedig kértük az elkerülő út és a paradicsomi városrész közé egy zajvédő fal építését. A minisztériumban ennek a kérésünknek a teljesítésére vonatkozóan mérleg és természetesen közös munka folyik és párbeszéd annak érdekében, hogy ezt mikor lehet megvalósítani. Úgy tudjuk, az elkerülőn kialakult helyzet miatt a rendőrségi intézkedések között szerepel a kamionsor megfogása a 44-es út városba vezető szakaszán. Amíg a kamionok itt töltik az időt, a polgárőrség és a rendőrség munkatársai felhívják majd a figyelmüket arra, hogy a határhoz érve a dudálástól tartózkodjanak, ellenkező esetben bírságot kaphatnak.